Az egykori Gömör vármegye egyik eldugott ékszerdoboza, Péter fala. A falu igen gazdag múlttal rendelkezik, első írásos említése az 1240-es évekre tehető. Bár az évszázadok rendesen megtépázták a település lakosságát, mindezek ellenére Péter fala lakói megmaradtak magyarnak. Adtunk hőseket az első világháborúnak, második világháborúnak, aztán ezzel a szenvedések még nem értek véget. Jött a jogfosztottság, tőlünk is kitelepítettek munkára embereket Csehországba, kitelepítettek Magyarországra, akik soha nem jöhettek vissza, de eltiporni nem tudtak. Itt vagyunk, létezünk. Az ősök hagyományának ismerete a lélekből fakad, vallja Péter fala magyarsága. Ez benne van az emberekben. A szülőktől, nagyszülőktől örökölték át. Itt még a népi hímzések, a népdalok, ezek benne vannak az emberekbe. Úgyhogy nem kell nekünk fesztiválokat rendezni, hogy ezeket újra átéljük. Megvan mindenkiben. Jó megmutatni az embereknek, de én azt hiszem, hogy itt a magyarsággal kapcsolatban nincsen probléma. Itt már a 2018-ban alakult Felföldi Dalia iskola edzésén járunk, ahol régi magyar harcmodorokkal ismerkedünk meg. Az ősi harcművészet az ember testi, lelki és szellemi erejét fejleszti, és formálja a jellemét, miközben nemzettudatra nevel. A dalia kifejezetten magyar szó, tehát egy daliás vitéz ezt jelképezi, vagy ezt jelenti, és alapvetően a maga a harcészet ez egy magyar nemzeti harcművészet. Tehát nem egy kornak a harci modorát, a stílusát őrzi, vagy hordozza magába, hanem gyakorlatilag az ífeszítő népektől kezdve a mai napig élő pásztorok ilyen harci virtusságát is magába foglalja. A fokos használata a pásztorok között volt jellemző. Gábor egy közeli faluban ismerkedett meg a fokossal való birkózással. Itt gyűjtöttem, itt nem messze tőlünk, egy pásztorembertől sajnos most nagyon meghalt, de őtől gyűjtöttem először, tehát nem is gondoltam, hogy egyáltalán lehet ilyet kérdezni, hogy fokos, azt gondoltam, hogy ez már ugye eltűnt a pásztorok köréből. Egy kezéből, és azt ő, tehát úgy volt, hogy botbirkózást kérdeztem, és azt mondta, hogy hát bottal nem, de fokossal igen, fokossal birkóztak. Gábor egyik legrégebbi tanítványa már közel 10 éve gyakorolja ezt az ősi harcmodort. Főiskolás diák voltam, és gyakorlatilag kerestem az utamat, és gyakorlatilag utána sokkal többet találtam benne, mint csupán sportot, egy szemléletmódot gyakorlatilag. Adott egy olyan alapot, egy olyan gerincet, egy tengelyt az egész életemben, ami köré aztán elkezdtem építeni. Idén már második alkalommal szervezte meg az iskola a fafaragó tábort. A magyar kormány jóvoltából magyar közösségi ház épül Gömör Péter falán, amely egyben a Felföldi Dalia iskola központja lesz. A résztvevők épp a ház kerítését faragják ki. Ahogy meglattam, gondoltam, hogy ezt milyen jó lenne megtanulni, hogy lehet faragni, elsajátítani az alapokat, és így besegíteni magának az iskolának is, hogy elkészítjük a közösségi háznak a kerítését. Életfa, családfa, az ősökhöz való visszatérés, illetve hogy a fölfele az ősök, vagy a felső és az alsó világ közötti út, azt is jelképezi. Jól halad a közösségi ház felújítása is. Egyik legnagyobb szobájában találjuk ezt az életfát, amely spirituális jelentésén túl statikai feladatokkal is bír. A felújítási munkálatok legtöbbször Kalákában folynak, a helyiek nagy örömmel segítenek az iskolának. Alapvetően a Felföldi Dalia iskola egyrészt a központja lesz, másrészt pedig a magyar közösségi ház, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk egész évben a magára a harcnészetre kihasználni, ezért, és a harcnészet maga az egy magyar nemzeti harcnészet, tehát szervesen kapcsolódik a magyar kultúrához, így átfogtuk a magyar kultúra minden egyes, amennyire lehet minden egyes ágát, úgyhogy itt gyakorlatilag lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy bölcsője legyen itt a régiónak. A magyar kormány segítségével otthonra lelt a Felföldi Dalia iskola ebben a gyönyörű, régi magyar házban, ahol ugyan még sok a munka, de kitartással és elhivatottsággal hamarosan elkészül, hogy otthont adjon a magyar hagyományoknak.